fejlesztések, több mint 50 milliós közlekedésbiztonsági beruházások. GreenTech. Ismét lesz zöld energia és fenntarthatóság szakkiállítás és konferencia. Rendhagyó produkció. Komplex művészeti nevelés az Adi iskolában. Ez az a Lágerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Gyuk Alexandra vagyok. 2022. május 18-a szerda van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Bővült mától azoknak a befejezett fejlesztéseknek a köre, melyek kényelmesebbé, illetve biztonságosabbá teszik az alaegerszegiek életét. A munkálatokhoz szükséges forrást elsősorban az önkormányzat biztosította. A városvezetés számára kiemelten fontos az arányos településfejlesztés. Ennek szellemében a Kertvárosban járdákat újítottak fel, míg a Jánkahegyen egy támfallal megerősített kitérőt építettek. Itt például, ahol most vagyunk, 7,7 millió forintos ráfordítással, 120 méteres szakaszon egy járdafelújításra került sor, nem messze innen a Hegyalja utcában 35 millió forintos ráfordítással új parkolókat alakítottunk, és az oda vezető utak, járdák újulnak meg, és az Alsó-Jánkahegyi városrészben is szintén több millió forintos ráfordítással tudtunk olyan elsősorban a lakossági igényeknek megfelelő beruházásokat megvalósítani, amelyekkel a komfortfokozatukat, a komfortérzésüket tudjuk javítani. Bogdán Rákos szerint régóta szükség volt arra, hogy helyrehozzák a köztársaság út 85-89 szám közötti járdaburkolatot. Az önkormányzati képviselő jelezte, hogy jelenleg több ehhez hasonló projekt megvalósításán is dolgoznak. Kovács Károly városépítő programmal zajlik a tízemeleteseknek mögötti parkolók és útszakasz komplett megújítása. Reményeim szerint itt a közeljövőben, az elkövetkezendő években ennek a résznek a teljes felújításával végzünk, és így az itt élő több mint 1000 embernek az életminősége sokkal komfortosabbá válik ezzel. A Hegyalja utcában az 51-53, illetve 59-69 szám alatt tették kényelmesebbé a gyalogosok számára a mindennapokat. Ez egy aránylag eléggé zsúfolt és használt iskola, óvodába nagyon sokan mennek erre boltba, és eléggé megromlott a járdaszakasznak a felülete, és a lakosság kérte, hogy amennyivel lehetséges lenne rá lehetőség, akkor ezt a részt is újítsuk meg. Hát ez egy elég hosszú, 314 méter hosszon elkészült ez a járdaszakasz szegéllyel mindennel, és folytatódik a csillagközi óvoda melletti rész is, járdaszakasz is. A rövid Jánka utca szűk, egysávos útján egyre több autó közlekedik. Mivel sokan ide is költöznek, szükségessé vált egy kitérő építése. Kérték az itt élők, hogy legyenek kialakítva gépjármű kitérő szakaszok, főleg itt a rövid Jánkára gondolok. Ennek a projektnek az egyik része az itt létesült gépjármű kitérő szakasz. Mondhatnám a Sas utcát is, ahol új járda lett építve, de hogyha Sas utcán a Jánkahegy Sas utca keresztező délsévehez érkezünk, akkor ott pedig biztonságosra lett téve a csomópont. A közlekedés biztonság szempontjából nélkülözhetetlen fejlesztések összköltsége meghaladja az 50 millió forintot. Ismét megrendezik a GreenTech zöld energia és fenntarthatóság szakkiállítást és konferenciát. A kétnapos rendezvénynek azzal a zónjárműipari tesztpálya ad otthont. A részletekről kedden számoltak be az újságíróknak. Balaid Zoltán rámutatott, Zalaegerszeg a klímavédelem élharcosává vált. A polgármester emlékeztetett, egy 18 pontos akciótervet fogadott el a városvezetés, melynek célja, hogy környezettudatos és fenntartható fejlesztések révén biztosítsanak élhetőbb jövőt. Ennek egy fontos eleme a GreenTech konferencia és szakkiállítás, ahol igyekszünk bemutatni nem csak az alaegerszegi polgároknak, hanem a nagyvilágnak is, hogy a város, az itt működő cégek és intézmények mit tudnak tenni a környezetvédelem érdekében, a zöld gondolat terjesztése érdekében. A szakkiállításon kik azok a partnereink, akik ebben nagyon sokat dolgoznak, a konferencián pedig olyan témákat igyekszünk felvetni, amellyel mind helyi, mind országos szinten ráirányítjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos nem csak a mi életünk, hanem a gyermekeink és az unokáink élete miatt is a klímavédelem. Kovács Károly a konferencia főszervezője bejelentette, a programra csaknem 70 kiállító érkezik. A kerekasztal beszélgetéseken szó lesz a zöld járműiparról, a vízgazdálkodásról és az okos városokról is. A változatos témákról 25 szaktekintély értekezik.
Minden program díjmentes, és gyakorlatilag a rendezvény helyszínén ki lehet próbálni különböző elektromos járműveket, és nem csak a nagyoknak autókat, hanem a kicsiknek is rollereket, kerékpárokat, robókat és sok minden egyéb mást. És ezen kívül a kiállítói standokon nem csak a szakmai közönséget várjuk, hanem nagyon sok olyan érdekesség lesz, mint például a helyből felszálló repülőgépet is meg tud tekinteni, aki ki fog látogatni az eseményre, és ezen kívül pedig meg lehet tekinteni a járműipari tesztpályát. Pályaorientációs programokat is terveznek, melyekre az előzetes regisztráció alapján mintegy 800 diákra számítanak. A harmadik Green Tech-re május 26-án és 27-én várják a vendégeket. Júniusban ismét megrendezik Felsőrajkon a nemzetközi térségi kiállítást és vásárt, a kulturális és gasztronómiai seregszemlét. A program beharangozó sajtótájékoztatóját a falu központjában tartották. Jubileumi alkalom lesz az idei, melynek tematikáját a már jól bevált hagyományokra alapozva állították össze. Ez az esemény módot ad találkozásra, nagyobb közösség építésére és összekovácsolására. Lesz egy kulturális sodrat az egésznek, hiszen Zala megyében, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Lendván, mert Lendván lesz a díszvendég a szomszéd országból, elhozzák kulturális csoportjaikat. Mi pedig azzal dicsekszünk, hogy milyen ételeket tudnak készíteni a helyi háziasszonyok. Mindig szoktunk készíteni 300 liter disznósi húsos káposztát, halásztét, vadpörköltet, kenyérlángost. Ezen vendégeljük meg a választókertem 76 polgármesterét, képviseltestületét, érdeklődő polgárokat. Meghívták még a Keszthelyi választókerülethez tartozó településeket, s készülnek egy közéleti vetélkedővel. Most sem marad el a süteményverseny, amit tavaly Lendvajakapfa nyert meg. A község lakosai ebben a kezdeményezésben remek bemutatkozási lehetőséget látnak. Mindenképpen nagy dolog, hiszen mi egy alig 50 fős település vagyunk, és a cél az, hogy megismerjenek minket, hogy meg tudjuk mutatni magunkat. Szeretettel várunk mindenkit a településre, bármikor, bármilyen alkalomból, bármilyen programra. Felsőrajkra a vásár miatt is érdemes lesz ellátogatni. A Pajtában és környékén helyi termékeket árusító termelők, illetve kereskedők kínálják majd portékáikat. A standokat már feltöltöttük 100%-ban, már elkelt az összes hely. Aki még jönni szeretne, az kizárólag úgy tud már csak részt venni, hogyha hoz magának standot is. A kistermelőktől egészen a kézművesekig mindenki megtalálható itt. Ez a 10 éves vásár, ez tulajdonképpen a minden hónap utolsó szombatján megrendezésre kerülő felsőrajki termelői vásárnak is a születésnapja egyben. A kulináris és kulturális élményeket egyaránt nyújtó rendezvényre Felsőrajkon június 11-én szombaton 12 órától várják az érdeklődőket. Egy történet 100 alakban címmel rendhagyó középiskolai előadást mutattak be az Adi iskolában. A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, a Városi Hangverseny és Kiállítóterem, a Kvártéház Szabadtéri Színház, a Gála Társas Táncklub Egyesület és a Zalai Tánc Együttes együttműködésével megvalósult produkció a komplex művészeti nevelést segíti elő. Az iskola tánctermében Rómeó és Júlia történetét táncos koreográfiákkal, illetve a zene és a színház eszközeivel jelenítették meg. Voltak benne vicces jelenetek, főleg amikor a színészek beszéltek. A táncok nagyon jók voltak, mind a kettőnek különböző mondani valója volt igazából, mert meg ugye a műfaj is teljesen más. Meglepődtem, amikor megláttam a színészeket, nekem is nagyon tetszett a táncos jelenet. Hát ahogy a színészek átadták ezt az egészet, nekem nagyon tetszett az egész. A moderátor Tompa Gábor Kornél rendező volt. Mint fogalmazott, az előadás azt a címet is viselhetné, hogy olvassunk a sorok között. A drámairodalom egyik őstörténete a tragikus szerelem. De beszélünk a Vígjátékról, beszélünk Csajkovszkijról, beszélünk Bernsteinről, beszélünk a néptáncról, beszélünk a társastáncról. Tehát sok mindenről beszélünk. Ez igazából egy gondolatébresztő előadás, de mindenképpen szeretnénk befejezni. Tehát mindenképpen megvan az eleje, közepe és a vége. Az alaptörténetet erre az alkalomra készült koreográfiákkal mutatták be. Mint kiderült, a zenei elemet nem volt egyszerű kiválasztani. Szinte minden zeneművel meg lehet találni, egy kicsit legalább a szerelmet. Na most a Rómeó és Júliát, azt néhány zeneszerző dolgozta fel, mi most Csajkovszkinak a Nyitány fantáziájából játszunk egy részletet.
A kötelező tananyag mellett a komplex művészeti nevelés is rendkívül fontos, hangsúlyozta a tankerület igazgatója. Azt gondolom, hogy a gyerekeket nem csak a tananyagból kell tanítani, nevelni és felkészíteni a felvételi vizsgákra, hanem azt gondolom, hogy meg kell mutatni neki a kortárs művészetet, illetőleg régi műveknek a mostani feldolgozását. A művészek a színházi programmal legközelebb az Rényi Miklós gimnáziumba látogatnak el. Szezonnyitó sétarepülést és honvédelmi bemutatót tartottak a zalaegerszegi reptéren. A látogatók kis repülővel vagy helikopterrel szállhattak fel a magasba, míg a legkisebbeket gyermekprogramokkal várták. A Legendák a lebegőben szervező csapata közel 10 repülőeszközt hozott az Andrássy-hidai légi kikötőbe a hétvégén. Köztük merevszárnyú repülőgépet, siklóernyőt, sárkányrepülőt és helikoptert. Nagyon sok repülőtéren megfordultam, hiszen jó magam is pilóta vagyok. Ez az egyik kedvenc repülőterem az zalaegerszegi. Mindez azért, mert egyrészt gyönyörű a környezet, másrészt az infrastruktúra számunkra, a rendezvényeink számára megfelelő. Mondhatom, hogy tök barátságosak a helyiek, illetve a repülőklubnak a vezetői, a reptér üzemeltetői, úgyhogy mi mindig örömmel jövünk. Bellinger Laura és párja magyar fejlesztésű Magnusszal repült a város felett. Nekem az volt az első olyan repülésem, és neki is, ami úgy mind a kettőnknek emlékezetes maradt. Én ugye tériszonyos vagyok, és emiatt nagyon féltem tőle, de jobb volt, mint amire számítottam. Nagyon élveztem, látványosság is nagyon szép volt, úgyhogy egy jó élménnyel távozunk, én úgy gondolom. A gépet Szabó Zoltán, Topi, az egykori MiG-29-es világbajnok vadászpilóta vezette. Még mai napig is repülgetek, oktatok, meg gyrokopter repülő, merevszárnyúval, forgószárnyúval, szeretem a repülést. Ha valaki megfertőzik, az nyilvánvaló úgy van vele, hogy szereti azt, hogy az életű végigíséri. Kétféle ember létezik, aki, hogyha a levegőbe repül egy repülő, és fölnéz rá, akkor általában annak pezseg a vérébe repülős ösztön. Aki nem néz fel rá, abból soha az életben nem lehet pilóta, mert én a felnézős típus voltam. A katonai hagyományőrzők történelmi kalandozásra invitálták a résztvevőket. Az egyik sátorban régi viseleteket, egyenruhákat, hadászati felszereléseket mutattak be. A másikban, ahol céllövészetre is volt lehetőség, a fegyverhasználatról szerezhettek ismereteket. Az elmúlt hétvégén Nagykanizsán rendezték az Zala-megyei asztali tenisz bajnokságot, ahol az Evo Komplex zalaegerszegi asztali tenisz klubot Csizi Áron képviselte, aki 3 korcsoportban is érmet szerzett. Az U19-es versenyszámban Áron kissé hullámzó játékkal, de eljutott a döntőig. Ezt a Hévízi Bicsérdi Bálinttal játszotta, amit 3-0 arányban elveszített, így a második helyezést érte el. Az U17-es kategóriában már stabilabb játékkal a döntőben a kanizsai Havasi Patrikkal mérkőzött, viszonylag simán 3-0-ra nyert, és így az első helyen végzett. Csizi Áron még az U15-ben is indult, ahol szetveszteség nélkül jutott döntőbe, és nyerte meg a korcsoportot. Jótékonysági hangversenyt rendeznek a Bogáncs állatmenhely javára. A koncerten a Pálóczi Horváth Ádám alapfokú művészeti iskola növendékei lépnek fel. Az eseményt az Apácai Művelődési Központban május 19-én csütörtökön 17 órakor tartják. Itt támogatói jegyek vásárlására is van lehetőség, 500 valamint 2000 forint értékben. A bevételt a Bogáncs állatmenhelynek ajánlják fel. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Fejlesztések. Több mint 50 milliós közlekedésbiztonsági beruházások. GreenTech. Ismét lesz zöld energia és fenntarthatóság szakkiállítás és konferencia. Rendhagyó produkció. Komplex művészeti nevelés az Adi iskolában. Ez volt az Zalaegerszegi Televízió híradója 2022. május 18-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!